A Tokaji Vizitúra Központ 2018-ban nyitotta meg kapuit, európai uniós és kormányzati támogatásból valósult meg. Egy jelentős szereplő a térség aktív turisztikai térképén. Több ezer fő fordul meg nálunk minden évben. 2018 óta folyamatosan nő a látogatottság. A Tokaji Vizitúra Központ építésének a célja az az volt, hogy az UNESCO világörökség részét képező Tokaji hegy alján megjelenjen egy olyan kínálat, ami nem csak a kulturális és a gasztronómiai értékeket fedezi fel, hanem ezeket aktív turisztikai élményekkel fűszerezi. Pontosan emiatt kínálunk vizitúrákat, szabtúrákat és elektromos biciklis túrákat azoknak, akik egyébként már ismerik Tokajt, egyébként szeretik ezt a vidéket, a bor, a történelmi látnivalók, gasztronómiai élmények miatt érkeznek, és ezeket az élményeket tudják kiegészíteni sportos és aktív turisztikai élményekkel. Tokaji Vizitúra Központ azért nyújt hiánypótló szolgáltatást, hiszen olyan komplex túrákat szervezünk, amikor elmennek a vagy Szegibe, vagy Sárospatakra kerékpárral a csoportok, megnézik ott a helyi látnivalókat, Megyerhegyi tengerszemet vagy a Rákóczi várat, aztán ott ülnek be kanyúba vagy kajakba, és a Bodrogon evezve térnek vissza a Tokajba. Tokaji Vizitúra Központ ad otthont a vízivándor tábornak, általános és középiskolások számára. Ez országos lefedettségű program. Ez egy államilag támogatott program, aminek az a lényeg, hogy minél több gyerek ismerkedjen meg ezzel a mozgásformával, és minél többen tanulják meg a vízen való biztonságos közlekedésnek a szabályait. Nagyon sokak itt szerzik ilyen vízivándor táborokba az első kenus vízitúrás élményeiket, és innentől kezdve válnak szenvedélyes vízitúrázókká. Nagyon fontos, hogy minél többen és minél nagyobb biztonságban tudjanak vízitúrázni. Létrehoztuk egy applikációt, aminek az a neve, hogy Vizikék, szerte az ország. Minden folyónkon vannak előre lefektetett túróútvonalak és ellenőrzőpontok, amiket be lehet járni az applikáció segítségével. Ezt felfedezni, ez tényleg egyedülálló élmény mindenkinek.